Az internet mindenki számára elérhető, a különböző oldalakon, fórumokon, közösségi médiában mindenki azt mond és ír magáról, amit csak akar. Többen álnév mögé bújva követnek el bűncselekményeket, vagy éppen ejtenek tévedésbe másokat. A szexuális zaklatás, rágalmazás, becsületsértés, csalás, lopás csak néhány olyan bűncselekmény, amiket az interneten keresztül követnek el az emberek. Gyakori az is, hogy a gyerekeket veszik rá különböző tartalmak megosztására a bűnözők, vagy éppen manipulálják őket. A pszichológus azt mondja, az elfajuló csetelés, szexuális zaklatás komoly mentális betegségekhez vezethet, és a szexuális fejlődésben elakadást okozhat a gyerekeknél. Az önértékelést jelentősen rombolja, a szexuális fejlődésben ez egy elakadást tud jelenteni, mellette stressz, szorongás és depresszió kialakulásához vezethet, illetve akár mondjuk ezt megerőzheti egy szociális beilleszkedésnek a nehézsége, a szociális kapcsolatok kialakításának nehézsége, akár mondjuk stressz vagy bántalmazás, aminek a következménye az internet addikció. Arra is érdemes odafigyelni, mondja a szexádi törvényszék szóvívője, hogy az interneten kinyilvánított véleményünkkel ne gázoljunk bele mások becsületébe, mert rágalmazásért, becsületsértésért akár 2 év börtön is járhat. Miként a védett, tiltott tartalmak letöltéséért is elítélhet a bíró. Ezekre is érdemes odafigyelni a szakember szerint. Kovács Ildikó felhívta a figyelmet arra is, hogy a bankkártyával elkövetett bűncselekmények is ide tartoznak a büntető törvénykönyv szerint. A bankkártya az információs rendszernek minősül a büntető törvénykönyv szerint, így ha valaki egy bankkártyával visszaél, megpróbál pénzt levenni, megpróbálja a kódját feltörni, vagy esetleg valami hasonló bűncselekményt követ el, akkor szintén csalásba botlunk, és itt attól függően, hogy esetleg sikerül a pénzt felvenni, attól függően minősülhet a cselekmény, és a büntetési tételkeretet is ez határozza meg. Február 9-én ünnepeljük a Biztonságos Internet napját, ami a felelős internet használatra és a tudatos digitális jelenlétre kívánja felhívni a figyelmet. A rendőrség is közleményt adott ki e nap kapcsán, amiben összeszedték, milyen szabályokat érdemes betartaniuk az internetezőknek. Így például nem szabad banki adatokat, jelszavakat megadni, gyanús levél, csatolmány megnyitása előtt ellenőrizni kell a feladót, és oda kell figyelni arra is, hogy idegenekkel mit osztunk meg.